Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke, és nyugodtan mondhatom, ma is mozgató rugója, meg lelkiismerete. Kezdik csokkolom. Jó reggelt kívánok! Köszönöm a Magyar Nemzet Polgári Napilap címoldalán egy volt másik MSZP-s pártelnököt láthatjuk, és Niedermüller Pétert. A cím. Országszerte marakodnak a kormány ellenes erők. Összefogás, marakodnak? Mit tud erről mondani nekem? Hát nem annyira polgári megközelítés, ahogy egy polgári lapban illene. Tudnék, ha valaki el is olvassa a cikket, akkor rájön, hogy nem, nincs erről szó. Most ott tartunk, hogy a megyei jogú városok 90%-ában megvan a megállapodás, a budapesti kerületekben megvan a megállapodás, és jó néhány nem megyei jogú, hanem kisebb város is csatlakozik hozzá. Az persze előfordul, és nyilván erre utal a cím, hogy valaki ráindul az 5 vagy 6 párti összefogásra, de hát azt nem nevezném ellenzéken belüli marakodásnak. Hát mondjuk, hogy főpolgármester jelöltnek már a Berki Krisztiántól kezdve mindenki úgy gondolja, hogy alkalmas, az nem ellenzéken belüli ügy, még akkor is, ha nem gyanúsítom a kormány oldalt, hogy hát ők egy picit talán szeretik gyarapítani is a jelöltek sorát. Hát de virágozzék minden virág, és a demokráciának ára van, és egy demokratikus országban mindenki, aki úgy érzi, hogy szolgálni tud és tenni tud valamit a közért, hát akkor rajta. Ha úgy érzi. Meg ha közben kiszámolta, hogy erre van-e minimális esélye, tényleg úgy gondolja, hogy Berki Krisztián például az ismert showman, az úgy érzi, hogy a közszolgálni tudja, és úgy érzi, hogy esélye van. Szerintem showmannak sem könnyű lenni, de megpróbáljuk megkeresni Berki Krisztián. De egy másik szakma, maradjunk. Biztos növelni a nézettséget, de nem ez a fő küldetésem, majd meglátjuk. Én nekem viszont egy ilyen nagy rendetlenség van a fejemben. No. Van az ön pártjának, amit ön vezetett, és én úgy visszanéztem az ön nyilatkozatait. Reggel van, én szerintem mára sokkal kiforrottabbak a megszólalásai, és lehet, hogy jó lenne, ha ma vezetni ezt a pártot, mert akkor nem itt tartanák. Szóval, és a mostani pártelnöknek hallom a nyilatkozatait, ő nem vendég nálunk, tehát más televíziókban láttam, ő még nem jutott el odáig, hogy azt a 3 millió embert megbecsülje, akik naponta néznek minket, de hát ez legyen az ő személyes problémája, pártja képviseltetve van. Szóval, volt például az egyik budapesti elnök, aki 7. kerület polgármestere is volt, és olyan ellenkező vélemények vannak, én nagyon adok az ön véleményére. Itt van Humboldt György, akivel történt, ami történt, de országgyűlési képviselő volt, polgármester volt. Miért kellett megtagadni tőle, hogy egy mezei képviselőjelölt legyen? Azt nem. Sőt, mi azon vagyunk, hogy ő induljon el egy körzetben, az sem mezei dolog, hanem fontos dolog, képviselőjelöltnek, teljesen értve az ő jogos és emberi igényét arra, hogy az az igazi rehabilitáció, hogyha a választók azt mondják, hogy mi hiszünk ennek az embernek az alkalmasságában és ártatlanságában. Amit nem szeretnénk, hogy polgármester jelöltnek induljon el. Ő hát, úgy emlékszik, így írt a közösségi oldalán, hogy ebbe sem egyeztek bele, ezért kellett, hogy kiváljon a pártból. Nyilvánosan is lehetett hallani másik televízióban Molnár Zsolttól, a budapesti elnöktől, hogy éppen, hogy ezt a kompromisszumot szeretnénk, hogy mondott a Molnár Zsolt, de nem a pártelnök. Ez a következő kérdésem. Nálunk az önkormányzati jelölések mindig az adott területi szövetség hatásköre, mi több ezt a
kompromisszumot ez az országos pártelnök is megáldotta, vagy megáldotta volna. Gyuri, bocsánat, hogy így nevezem, de hát ugye ismerjük egymást. Csak éveket együtt ugyanabban a pártban. Igen, kollégám. Sőt, ő azt mondta, hogy azért a világ nézetesen változott meg. Csak kivált a pártból. Én ezt el is hiszem neki. Ugyanakkor gondoljunk bele, hogy milyen egyszerű kampányolni egy olyan ember ellen, aki ellen még folyamatban van büntetőeljárás. Mit csinálunk, hogyha például a kampány közepén egyszer csak lezajlik a per, és ne adj Isten, elítélik Humval Gyurit, ez megtörténhet akkor is, ha semmit sem csinált, akkor is, ha valamit csinált. És akkor ott áll a kerület polgármester jelölt nélkül. Mit csinálunk, ha ez a per úgy zárul, hogyha mondjuk őt megválasztották már polgármesternek, és ezek után elviszik a városházáról, mi lesz azzal a kerülettel? A probléma itt tehát nem az, hogy mi nem hiszünk Humval Györgynek, és nem bízunk benne, folyamatban van egy büntető ügye, és azt hiszem, hogy akármennyire szereti őt a kerület lakosainak egy része, vagy akár nagy része, azt ők sem akarhatják, hogy ezzel teljes bizonytalanságba kerüljön a kerület sorsa is. Ez a kockázat persze megvan, nyugodtan mondhatja, bocsánat, most maga helyett vitatkozom saját magammal, ez a kockázat persze megvan egy önkormányzati körzet képviselőjelöltjénél is. Akár egy főpolgármester jelöltel is. Az ellen nincs büntetőeljárás, bocsánat. Még senki ellen is, de holnap lehet. De, Humval György ellen van. Igen. De ha ez egy önkormányzati körzet, ez most egy másik ügy, igen, önkormányzati körzet képviselőjével történik meg, ne adj Isten a legrosszabb, akkor az azért egy testületben könnyebben pótolható, mintha egy polgármesterrel. Ezért szeretnénk tehát, hogy ne a polgármesteri posztot pályázza meg a kerület érdekében. Ugorjunk az ön kerületében, ön a belvárosban, akik a környéken, és ön éli is a kerületet, mert elmegy bevásárolni, ismeri az üzleteket. Nagyon szeretem is a kerületet. És általában gyalog szokott járni, tehát az emberek megsüvegelik, és beszélgetni a város szerves része. Ez egy annyira népszerű kerület, hogy már lassan több mint 5 polgármester jelöltje van? Úgy látszik, itt az ellenzéknek van közös polgármester jelöltje, tehát nincs az ellenzéken belül marakodás, de hát ugyanúgy beindul X meg Y. Nem akar az ember senki gyanúsítani, de azért óhatatlanul fölmerül, hogyha valaki pontosan tudja, hogy 1-2%-nál többet nem fog elérni, akkor mégis mi a szándéka azzal, hát, hogy bízik elindul? Bízik önmagába, bízik abban, hogy az embereket meg sikerül győzni. Szenzációs programok vannak. Ez biztos. Fákat ültetnek, ez megoldják nagyszerű. A parkolást. Akkor mondjuk így, hogy ennyi haszna már van a kampánynak, hogy hát ha valaki már most elkezd fát ültetni, és nem csak az ígéri. Az először fel kell törni a betont. Hát egy kicsit nehezebb dolog. Meg kell szüntetni dolog. A két oldalon való parkolásokat. Na. Ez a nagy helyzet. Itt tehát olyan embernek érdemes elindulni ezzel a rokonszenves programmal, aki minimális esélyt lett rá, hogy majd lesz erre felhatalmazása, hogy parkolóházat építsen és feltöri a betont, hogy magát idézem. Annak, hogy valaki 1-2 százalékkal elinduljon, Berki Krisztián jött elő Berki Krisztiánnak. Azt olvastam az Újságba, hogy minden fogyatékosnak azt javasolja, hogy egy 80x80 cm-es felirat legyen az autójára ragasztva a rokkant emblémával, hogy polgártársai tudjanak neki segíteni, parkolni meg egyáltalán. Mi a véleménye erről? Hát azt szeretném mondani, hogy van nem 80x80 cm-es, de az autókra kirakandó, kötelezően nem feltételesen. Igen, ő kiragasztani szeretné a 80x80 cm-es, talán el akarja riasztani azokat az alfa, mit tudom én, nekem valamikor, amikor gyerek voltam, egy slágerből idézve, az Alfa Romeo volt a top. Hogy nem, ma már azért vannak ennél nagyon drágább autók, úgyhogy akkor kiszűrjük majd az árfogyikat? Ezt nem tudom megmondani, mert ha pedig valaki azt hittem, hogy Berki Krisztiánból ön felkészül. Hogyne, 120%-os vagyok. Annyira, hogy én megmondom őszintén, először nem tudtam, hogy kicsoda, de aztán azt hittem, hogy a tornás tudja, a híres tornás, de az is egy Berki nevetni Krisztián. Fog, férfiasan be kell valljam, hogy én is maga azt hittem. Maga is azt hittem, igen, és csodálkoztam. No, ezzel a 80x80 centivel. Aki álfogyi, ahogy maga mondta, ami a legrondább vétkek egyike, visszaélni a valóban szerencsétlenek helyzetével, az a 80x80... Nem szerencsétlenek, azok csak fogyatékosok.
és harcos emberként általában megteremtik maguknak a teljesebb élet lehetőségét. Az a 80-80 centit is ki fogja rakni, nem hiszem, hogy a méret fogja elriasztani. Egyébként meg pont azon gondolkodtam, amikor hallottam ezt, hogyha éppen mozgássérült lennék, akarnám-e vagy nem. Nem biztos, hogy egy mozgássérült, aki olyan helyzetben van, hogy éppen bizonyítani akarja, hogy ő teljes életre képes, 80-80 centit is plakátot akar. Ha akarja, nyilván semmi. Én utálok a saját érintettségemről beszélni, ezen hosszasan gondolkozom. Maga egyáltalán is? Megkérdezzem és felvessem a problémát. Vannak itt ennél súlyosabb problémák, és nézzük, vannak még kerületek, ahol előválasztásokat ígérnek, de ez várat magára. 9. kerület, 7. kerület, 5. kerület. Úgy látszik, nagyon népszerű. Ma volt stúdiónk vendége Bodás Bianka, egy nagyon csinos 28 éves hölgy, aki például Eger független polgármester jelöltje. Nagyszerű. Ez annyit jelent, hogy egyre több hölgy is van. Igen, ennek örülök. A parlamentben is azt mondta annak idején, hogy több képviselőnőt szeretne látni. Ezt most is mondom. Persze azért azt nem mondanám, hogy ha nő, akkor ma bárkit támogatunk, de biztos, hogy egy fokkal szívesebben és melegebben drukkolok a női jelölteknek. Vannak szép számmal. Tudja, ez egy furcsa magyar sajátság, miközben örülök az önkormányzati jelölteknek, de muszáj elmondanom azt a bizonyos piramis formát, ami sajnos Magyarországon máshol is néhol jellemző a nők közéleti aktivitás. A kis települések önkormányzataiban van a legtöbb nő, mert ott nincs akkora pénz, csak nagyon sok munka. Megyünk feljebb, a nagyvárosokban már kevesebb, de még mindig van, és a parlamentben meg a kormányban a legkevesebb. Tudtam, hogy ez lesz a zárszó, előre éreztem, de akkor is még, hogyha a híradó egy fél percet csúszik, megkérdezem. Előző vendégem Molnár Tamás Leventével, német szakértővel, az új bizottság elnöknőjéről beszéltünk, és a német média véleményéről. Érdekes módon nem hangsúlyozzák ki, hogy 7 gyermek édesanyja. Pedig mégis én kérdezem, hogy szerintem ez fontos, mert nem csak a tény, hogy megszülte őket, de föl is nevelte, és ugyanakkor politikai karriert is csinált. Ez szerintem fontos, ezért duplán becsülöm természetesen. El sem tudom képzelni, hogy lehet 7 gyereket fölnevelni, mondom ezt teljes tisztelettel azoknak az oldaláról, akik már egy-két gyerektől is kimerülnek. Szóval le a kalappal, elnökasszony, és nagyon remélem, hogy ezt a politikára is fordítsuk, hogy az az egyeztetési készség, ami egy sok gyerekes anyukánál a béketeremtéssel együtt az életben maradás egyik eszköze, az a politikában is ezt megnyilvánul. Ezt már érezhetjük, hisz bárkivel beszél, mindig azt mondja, amit az hallan szeretne. Úgyhogy, reméljük, hogy azért majd úgy is cselekszik. Konfliktus kerülő képessége úgy tűnik, hogy eléggé jó. Kedves nézőim, Lendvai Ildikót látták és hallották, legközelebb többet kapnak belőle. Ezzel a beszélgetéssel véget ért mai politikai reggeli magazin műsorunk. Velem legközelebb este 7 órakor a 7 órás vendégben találkoznak. További jó tévézés, nem sokára jön a Zsidó Szabad Egyetem, és még kiradók. Ne felejtsék elmondani barátaiknak, van egy televízió, amit szeretni lehet, ami még az időjárástól is független. Ennek a legnagyobb bizonyítéka az, hogy itt mindenki bejöhet, aki nem antiszemita, nem rasszista, és így tovább. Nézzék a mindentől független híradót, és utána jövünk vissza az egyéb műsorokkal. További jó tévézés. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt.